Februárban, márciusban és áprilisban pedig hidegebb volt, mint az ilyenkor szokásos. Különösen ez év áprilisa tér el jelentős mértékben az átlagtól lefelé, tehát hidegebb van. Szokatlan gázfogyasztást tapasztaltak az idei fűtési szezon alatt az EGRI TÁV főszolgáltatónál. Míg decemberben és januárban kevésbé mutatta meg igazi arcát a tél, az ezt követő hónapok meglepően alakultak. Így a több mint 6000 távfűtéses lakás mindegyikében továbbra is igényt tartanak a szolgáltatásra. Még fűtünk, egyrészt azért, mert a külső hőmérséklet indokolja, másrészt a fogyasztóink igénylik, tehát a fűtés a dátumtól függetlenül akkor fog befejeződni, amikor megkapjuk azokat a jelzéseket a fogyasztói oldalról, hogy köszönik szépen, már nem kérik a továbbiakban. Viszont a karbantartási tevékenységet már elkezdtük, hiszen sok a tennivaló, a következő fűtési időszak kezdetére kész kell lennünk minden olyan munkával, ami ahhoz kell, hogy a következő szezon is ugyanolyan sikeres legyen, mint a mostani volt. Zsebe Albert elmondta, a fűtés meghosszabbítását nem kell jelezniük a lakóknak, csak lemondási igényüket kell majd benyújtaniuk. Sem az április 15-i, sem pedig a május 15-i dátum nem jelenti a szolgáltatás leállítását. Mint említette, amellett, hogy jelenleg is biztosítják a fűtést az egrieknek, a következő szezonra készülve már a kazánok műszaki állapotát vizsgálják annak érdekében, hogy minden egri számára zökkenőmentesen biztosítsák a távhőszolgáltatást a továbbiakban is.